Ünnepi számunkra ez a pillanat, hiszen egy több mint 5 éve kezdődő munkánkat, a koragyermekkori fejlesztést segítő projektünket zárjuk most le. Az eredmények kézzel foghatóak. Ez egy olyan különleges ágazatokon átívelő projekt, ami a gyermekvédelmi jelzőrendszer összes szereplőjét figyelembe és számításba veszi. Fontos az, hogy a gyermekek biztonsága, családok biztonsága érdekében azok a gyerekek, akik születésük után fejlesztésre szorulnak, ezek a fejlesztendő tulajdonságok, képességek minél előbb felfedeződjenek, és minél előbb megkezdődhessen az a fejlesztés, ami el tudja vinni oda ezeket a gyermekeket, hogy a gyermekek 25%-a iskoláskorukra eléri az összes többi gyermeknek az átlagos fejlettségi fokát. Nagy volumenű képzéseket valósítottunk meg, 12 000 szakembert képeztünk ki, szociális gyermekvédelmi területről, illetve a köznevelés és az egészségügy területéről is, és rengeteg sok pozitív visszajelzést kaptunk a képzések során. Különösen a gyermekút képzésünk után olvashattam nagyon sok olyan szuperlatívuszokban megfogalmazott véleményt, hogy ez mennyire sokat adott a szakembereknek. Azt gondolom, hogy valahogy így az az álom, amit elképzeltünk még a korábbiakban, ezzel vált érvényessé, hogy a szakemberek átélték, érezték, érzékenyé váltak arra, amit mi szerettünk volna továbbítani nekik. Személyesen nagyon elkötelezett vagyok abban, hogy lehessen ennek a projektnek folytatása. Koragyermekkori intervenciós módszertani központokat szeretnénk felállítani, amelyek továbbvinnék ennek a projektnek a sikereit, szakmai eredményeit. Fontosnak tartom azt, hogy azok a vívmányok, produktumok, eredménytermékek, amelyek a projektekben kifejlesztésre kerültek, és nem csak a miénkben, hanem a témát érintően más projektekben is, akár a korábbi projektekben, legyenek összegyűjtve, és egy olyan módszertani központ birtokolja őket, amely elég aktív lesz abban, hogy ezt a tudást tovább tudja adni a szakemberek számára, illetve segíteni fogja tudni a munkájukat. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.